A mérkőzés előtt egy győzelme volt a házigazdának, amely rögtön a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést. Az első negyedet 24-17-re nyerték az óbudaiak, a második 10 perc 4 ponttal a vendégeké lett. A harmadik negyedben kétszer is egyenlíteni tudott a Nyíregyháza, sőt a záró 10 perc elején a vezetést is átvették a kék cápák. A folytatásban azonban már csak a hazaiak voltak a pályán, 24-90 nyerték az utolsó negyedet, így a Blue Sharks végül 17 pontos vereséggel távozott a fővárosból. Nem könnyű nyerni egy ilyen csapat ellen természetesen, mint amilyen a Kaszások, azért ők is szépen felkészülnek, kicsit más körülmények fogadnak, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Kisebb a terem, egy teljesen szűk terem az, ahol ők játszanak, az oldalon mellett rögtön ott van a fal, és teljesen másképp érezhető térhatások alakulnak ki. Viszont azért nem nyertünk, mert nem voltunk megfelelően bátrak, nem tudtuk azt a védekezést nyújtani, amit mi szoktunk, és ezért csak felállt védelem ellen nehéz támadásaink voltak, amikből nem sikerült sajnos annyi pontot szereznünk, amennyit nekünk kellett volna. A nyíregyházi játékosok közül 21 ponttal Szura Attila bizonyult a legeredményesebbnek. A játékos ennek ellenére nem volt maradéktalanul elégedett a teljesítményével. Magamtól ezt várnám el igazából minden mérkőzésen. Most jól éreztem magam, itt is voltak hiányosságaim védekezésben, de örülök, hogy már elindultam egy ilyen úton. A nyíregyháziak csütörtökön, Hepkupa mérkőzésen a bajnokságban 5 ponttal legyőzött Eger otthonában lépnek pályára. A továbbjutásról egy mérkőzés dönt. Mi mindenképp szeretnénk tovább menni. Ráadásul újra egy egyetemi csarnokban játszunk, ahol ugye általában olyan öltözőket kapunk, ahol a taktikai értekezlet alatt 8-an benyitnak, és szeretnének bejönni átöltözni, tehát nem lesznek nyugodt körülmények. Ennek ellenére, ja, és este 7:30-kor van a mérkőzés, mediterrán területekhez hasonlóan. A lényeg, hogy ennek ellenére mi győzni szeretnénk, és nem másért megyünk, szeretnénk tovább lépni, és úgy gondolom, hogy mindenkit kell motiváljon az, ahogyan a Hepkupa Final Four-ja lehetőséget ad. A megjelenésre ugye a Magyar Kupa döntője előtt szokott lenni, és egy olyan környezetben, ami úgy gondolom, hogy mindenkit kell, hogy vonzon. A hétvégén nem rendeznek fordulót az NB1B-ben, a nyíregyháziak szombaton Debrecenben játszanak majd egy felkészülési mérkőzést.